Hölgyeim és Uraim, Spiró György! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és megtiszteltél minket. Hadd kezdjem azzal, mert mégiscsak az írásból indulunk ki, hogy milyen a te viszonyod a saját mondataidhoz? Hogy mennyire írsz könnyen? Hiszen látva azt a hatalmas mű mennyiséget, amit te megírtál, esszében, regényben, drámában, versben, stb. Mindenféle tanulmányban, stíluskísérletekben, hogy mennyire írsz könnyen? Mi a napi program? Reggel 8-kor fölkelsz, és elkezdesz írni. Hogy történik ez? Sose volt nekem ilyenem. Én hobbiból írtam egész életemben, és most is hobbiból írok. Most már könnyebb, mert nyugger vagyok, és ezt úgy tekintem, hogy ez olyan, mint egy irodalmi ösztöndíj, ami holtig szól. De nincs így leosztva nekem. Volt olyan időszak egyszer, 1975 és 78 között. Akkor éppen ösztöndíjas aspiráns voltam, és nem kellett bemenni semmilyen munkahelyre. Egyébként mindig bementem, amíg nem lettem nyugdíjas, és akkor valóban reggel fölkeltem, és elkezdtem írni, és akkor vártam, hogy az illetékes hazajöjjön és megfőzze az ebédet. És akkor délelőttönként dolgoztam, ez így ment 3 évig, aztán lejárt az ösztöndíj, és akkor utána megint össze-vissza dolgoztam. Egyébként nehezen írok természetesen, mindenki nehezen ír. Mindenki. Hát Thomas Mann valószínűleg világbajnok volt, mert ő ugye 2 oldalt írt naponta. Mindegy, hogy micsodát, de a 2 oldalt megírta. De Kertész Imre, aki szintén minden nap dolgozott, az neki a napi penzuma az 10 sor volt. És egész nap dolgozott azon a 10 soron. Sokáig nem is élt jól. Van összefüggés a kettő között, hogy valaki 10 sort ír, akkor szegény, nem? Eltartotta a felesége, úgy könnyű. De nekem nem volt ilyen. Tehát akkor írtam, amikor éppen volt rá idő, vagy eszembe jutott. Úgyhogy mondom, én hobbista vagyok. Olvastam a rólad szóló írásokban, hogy neked van egy csodarabbi ősöd. Nem ki? Ős, oldalág. Oldalág, és ő kicsoda és micsoda, és van-e valamilyen hatása a te életedre? Nincs. Meg gondoltam, hát ha csináltál te is néhány csodát. Még nem sikerült, de neki se sikerült. Ő egy nevezetes ember volt, ugyanakkor, ugyanabban az évben halt meg, és ugyanannál a doktornál, mint Kosztolányi. Tehát munkácsi rabbi volt, és ide járt kezeltetni magát, őt sem lehetett megmenteni. Ő a nagypapámnak volt valami testvérféléje, de ezek olyan nagyon zűrös viszonyok, és hát az iratokat elég nehéz előkeríteni. Őt úgy hívták, hogy Eliezer Spíra. A Spíra, ugye az én fölmeneim úgy lettek Spírók, hogy nem húzták le az A-nak a farkincáját. De ez így is úgy is ugyanaz a név, a Sapiro is ugyanaz a név, ez mind Speyer városból származik egyébként, amelyiknek a latin neve volt Spíra. És aztán, amikor a 14. században kiüldözték a zsidókat Speyerből, akkor a lengyelek mindenkit befogadtak. A lengyelek egyébként rendkívül sok zsidót fogadtak be, attól lett az orosz birodalomban olyan sok zsidó, mert a lengyelek befogadták őket, és aztán elfoglalták azt a részt az oroszok. És akkor mindenkit, aki Speyerből menekült, azt ellátták ezzel a Spíra, vagy Sapiro, vagy Spíra melléknévvel. Na most ez a csodarabbi, hát nem csodarabbi volt, de valószínűleg egy rendes ember volt. És neki volt a legnagyobb könyvtára a diaszpórában, Munkácson.
És neki az volt a mániá, haszid volt, de ennek ellenére nagyon-nagyon művelt ember. És már bocsánat a haszidoktól, akik jelen vannak, de szóval nem úgy indult a haszid mozgalom. Tegye föl a kezdet. Nem úgy indult, nagyon életes és nagyon jópofa mozgalom volt ez még az 1700-as évek közepén, és aztán egy kicsit elfajult, mint minden, ami mozgalom. És ő arra beszélte rá, ez az Eliezer, vagy Lázár, Spira Lázár, arra beszélte rá a híveit, hogy ne menjenek ki Palesztinába. Aztán meg is öltek mindenkit. Az ő lánya ment ki New Yorkba, és az ő lánya révén az ottani haszid főnök, az nekem ilyen nagyon-nagyon sokadik rokonom, de letagadom, mert nem tetszik, amit csinál. Mennyire szeretted a gyerekkorodat? Neked sokféle, mint általában mindenkinek, sokféle hatás éri a gyerekkorában. De például neked volt egy édesapád, aki úgy volt egy mondjuk kiemelt káder, lehet azt mondani, hogy egy fontos káder a rendszernek, hogy közben ő azt komolyan is vette magát a rendszert, és nagyon szerette volna, hogyha mindaz, amit szóban elmondtak, hogy az jó legyen, és egyebek, azt ő komolyan is gondolta, és például, mikor Rózsadombon lehetett volna lakni, akkor úgy döntött, hogy ő nem él ezzel a privilégiummal. Mit őrzöl ezekből a gyerekkori emlékekből, meg a Szent István park környékéből, ahol felnőttél? Igen, hát ő nem káder volt, hanem kommunista. Ez azért különbség. És szakember. Ő 45-ben lépett be a kommunista pártba, az öccse az illegális kommunista volt, és annak idején le is bukott, és ült is a Horthy börtönében, meg mindenféle egyéb. De ő nem volt párttag, hanem ő baloldali volt. És gépészmérnökként végzett Brünnben, mert ide-haza nem lehetett járni a numerus clausus miatt. És aztán ő sokféle szakmát kitanult, mert nem volt munka ugye Magyarországon. Akkoriban éppen, és orvosi műszerész lett, textiltechnikus lett, és közgazdász. És 45 után tanította a közgazdasági egyetemen, nem olyan régen derült ki a számomra, hogy könyvelést tanított. Én nem tudtam, hogy neki van ehhez a dologhoz köze, szóval tanította. És ő a nehézipari központban dolgozott, ami a minisztériumnak az elődje volt. Míg nem, felszólították, hogy menjen és államosítsa a Csepel műveket, akkor még Weiss-Manfred művek voltak. Úgyhogy apám államosította a Weiss-Manfred műveket. Meg harmad magával ő jelölte ki Mohácson a Dunai Vasműnek a helyét. De hát közben jött a Titóval való összeveszés, úgyhogy kivitték ezt a három embert, köztük az egyik Acél György volt egyébként. Kivitték őket Dunapentelére, ottan a homokpartra, ott ugye ilyen lősz szakadékba megy a Duna, és azt mondták, hogy na most akkor itt lesz Dunapentelén, lesz Sztálinváros, és írják alá. És akkor aláírták. Na most ő Csepelre került, és a tervfőosztálynak volt nagyon sokáig a vezetője, aztán a műszaki főosztálynak, illetve a kereskedelmi főosztálynak mindig oda rakták, ahol a legnagyobb volt a baj. És hát Csepele mindig baj volt, hát mégiscsak 40 ezer ember dolgozott abban a gyárban, úgyhogy ez egy elég komoly hely volt. És hát apám fölött volt a pártitkár, meg az igazgató. Na most hát ez nem volt könnyű. Mert azok nem szakemberek voltak. Egyszer volt egy kohász, kohómérnöki diplomával rendelkező igazgatója, Komjáti, azzal se volt jóba. Úgyhogy boldog volt, amikor megszabadult Csepelről. 1964 őszén sikerült lelépnie, mert addig nem engedték. És hogy volt ez a Rózsadomb? Hogy miért nem vállalta el? Hát akkor ő még a nehézipari központban dolgozott, és hát meg a Vas Zoltánnal korábban, tehát együttműködtek Budapest, meg szóval mindenfélében benne volt. A kék cédulás választásban is benne volt.
egyébként, amit az egyik jó barátja szervezett, őt verték agyon elsőként a rajperbe. Emlékszem rá, Szőnyi elvtársra. A kis Szőnyi, ilyen alacsony ember volt, azt hittem, hogy fiatalabb apámnál, én akkor 3 éves voltam, de járt föl. És ilyen kedves, nagyfülű ember volt, és nem tudtam, hogy egyrészt idősebb nálam, másrészt pedig, hogy orvos. Ezek minden, ő volt a kis Szőnyi. Na és hát a kis Szőnyi szervezte a kék cédulás választásokat, és apám boldogan ment, és nem tudom hány, több helyen leszavazott, teherautóval szállították őket. Ő meg volt győződve, hogy ez a helyes egyébként. De aztán később nem politikai ügyekbe vett részt, hanem szakember volt. Szakember volt, és nagyon jó szakember. Valahányszor beszéltünk ilyen szakmai dolgokról, akkor mindig elképesztett, hogy milyen jó szak. Mondok egy példát, aztán ezt befejezem. Ugye a 60-as években... Értek-e? Igen, szegény közönséget nem hiszem. A 60-as években ugye Magyarország abba hagyta a széntüzelésű mozdonyoknak a gyártását, és akkor jött a dízel, meg a villamosítás előbb-utóbb. És apám őrjöngött. Most nem értettem, hogy miért, és akkor én már azért elég idősecske voltam, és mondtam, hogy de hát ez a fejlődés, nem? Hát fejlett. Mondta, hogy de Kínában még évtizedekig el lehetett volna adni. Üzlet. Nem kellett volna veszíteni. Na, szóval ilyeneket mondott, nagyon furcsákat mondott, és ezeket én megjegyeztem. Hogy lehet máshonnan is nézni a dolgot. Ezek, ha azt kell megfogalmazni, hogy mi a te örökséged, amit otthonról hoztál a felnőtt korodból, a gyerekkorodból, mondjuk mire egyetemista lettél, akkor mi az a legfontosabb tulajdonság, vagy legfontosabb élmény, ami leginkább benned maradt, beléd égett? Hát az, hogy kicsi volt a család, nem voltak rokonok. Úgy alakult történelmileg. Volt két nagymamám, az egyik nagyon buta volt, a másik pedig őrült, elmebeteg. De tényleg, szóval orvosilag öngyilkos is lett 57-ben fölöttünk levő lakásba, és akkor nem volt 60 év. És akkor derült ki, hogy totálisan el volt messzesedve az agya. És hát az egyik nagy tanulságom az ez, hogy ahogy megszűnt, már nem volt normális, és úgy hát nem csodom, mert nagyon nehéz élete volt. És később derült ki a számomra, hogy én két dolgot örököltem családból, ebből a kicsi családból. Az egyik apámnak ez a józansága szakmai dolgokba. Nem biztos, hogy én ilyen lettem volna, hogyha ő nem szolgál nekem példaként. Lehet, hogy hebrencsebb lettem volna még ennél is, meg elfogultabb. Meg. A másik pedig, hogy hát anyámat, meg az ő bátyját, aki nem jött vissza, persze. Őket az utca nevelte, mert a nagyanyám az a kőbányai sörgyárban volt munkásnő, és egyedül nevelte őket, illetve hát az utca nevelte őket. És hát anyámon ez meg is látszott. És nem tudtam, hogy én hozom a von Haus-Aus, hozom a lumpen proletár lelkiséget. Egyrészt, másrészt pedig hoztam egy gentry valamit, mert anyám színésznő volt a 30-as években, amit lehetett, és ő meg ezt a rettenetes, gentroid, rémes magyar filmművészetet úgy valahogy elsajátította a maga számára. Ő amíg játszott, addig szubrett volt vidéken. Tehát ez a valamilyen rémes dolog. És nem tudtam elég sokáig, hogy ez nekem megvan. És aztán kiderült, hogy megvan, és ebből lehet építkezni. Mert egy ilyen furcsa keverce vagy, ezt azért lehet mondani. Igen. Holott, hát Újlipóciában voltam gyerek, meg ott nőttem föl, és nem azt mondom, hogy nagyon kedveltem volna azt a vidéket. Furcsa módon nem.
volt benne valami nagyon füllett, meg valami rémséges, hogy hát majdnem minden család, akivel úgy összejöttek a szüleim, és hát én is ott lettem, az olyasmi volt, mint a miénk, hogy ezek nem jöttek vissza, azok nem jöttek vissza, szóval ebben volt valami nagyon nyomasztó. És jó páran nagyon-nagyon kommunisták voltak, ami nekem 56 után már egy kicsit furcsa volt. Mikor ismerted föl magadban azt, hogy te jól fogsz bánni a szavakkal, versekkel, rímekkel? Ez még az egyetem előtt meg kellett, hogy történjen, de ugye az is furcsa, hogy egy ilyen meglehetősen egzotikus szakot végeztél, ez a szerb-horvát, magyar-orosz szak. És ehhez azért majd kapcsolódna egy másik kérdésem, hogy ha már az orosz szóba jött, hogy azt gondolná az ember, hogy aki az orosz nyelvet ismeri, elsajátítja, az kicsit az orosz néplelket is megismeri, mert hát muszáj elolvasni a Tolstojt, meg Dosztojevszkijt, meg még sokakat másokat, hogy ebből a mostani helyzetből, ami van most az oroszok környékén, az a te orosz nyelvi ismereted és az orosz néplélek ismerete, az ad-e valamilyen személyes magyarázatot arra, ami éppen most történik Oroszországban? De kezdjük inkább az elején, csak aztán kifutnék erre a részére is. Igen. Én úgy nem gondoltam, hogy irodalom. Hát szerettem olvasni, mert sokat voltam beteg, és akkor mit csinál az ember, olvas. De ha nincs a Bolyai gimnázium, az volt a kerületi gimnázium, tehát oda kellett járni. Nem voltam olyan jó matematikából, hogy a fazekasba fölvegyenek. Tehát, de nem voltam rossz egyébként, csak hát nem voltam zseni. Úgyhogy a kerületi gimnáziumba kerültem, és az volt a szerencsénk nekünk, akik hát azon a területen laktunk, ahonnan oda lehetett menni, hogy 58-59-ben országos program volt, furcsa módon, hogy kirúgják a legjobb tanárokat a belvárosi iskolákból, és elhelyezik őket vidékre, vagy pedig küldtek ki iskolákba. És a Madách gimnáziumból, ami hát egy jó nevű gimnázium volt egyébként, és egy nevezetes színjátszóköre is volt, ahonnan nagyon sok rendező és színész került ki. Na, ennek a színjátszókörnek a vezetőjét, dr. Bada Gyulát kirúgták a Madásból természetesen, és a Kültelki iskolába helyezték, a Bolyaiba, a Váci úton. És mi néhányan oda kerültünk a humán osztályba. Én nem akartam latin tanulni, de dr. Bíró László igazgató úrnak, aki szerzetes volt annak idején, tehát nagyon furcsa, hogy ő gimnáziumot, Angyalföldön gimnáziumot igazgathatott, ez azért kivételes. Az jutott eszébe neki, meg néhány kiváló tanártársának, hogy indítanak egy szuperosztályt, és azokat veszik föl ebbe a humán osztályba egyébként, kötelezően oda veszik fel őket, akik kitűnően zárták az általános iskolát. Úgyhogy ez egy válogatott osztály volt, amiről mi nem sokat tudtunk, csak én azt láttam, hogy hát latinokat tanul, mindegy. Hát. És aztán az első év végén 42-en indultunk, és 12 gyereket kirúgott az osztályból az osztályfőnök. Eltanácsolta őket, ők elvégezték szépen a gimnáziumot, csak nem voltak olyan nagyszerűek. És aztán még később is, második után is kirúgta az egyik nagyon kedves osztálytársunkat, aki válogatott ifjúsági tornász volt egyébként, és mindenki társadített a nagy kelepen. És azt mondta neki, hogy édes fiam, te nagyon könnyen le tudnál itt érettségizni, de jobb, hogyha elmész autószerelőnek. És elment autószerelőnek, ő lett a Ferjánc Attila. Akkor magánhangzókat megtartotta, autóversenyző. Igen. Na és szóval ebbe az osztályba jártam, és hát latinul kellett tanulni. Nem voltam nagyon jó benne. Én általában nyelvekben nagyon gyenge voltam. Igen sokáig.
De azért kaptam ötös, mert eredeti versmértékbe fordítottam a feladatot, meg a dolgozatot, és hát hülyeség volt, de szép, úgyhogy megkaptam az ötös. Na most oroszul nem tudtunk egy szót se természetesen. Én vittem magammal az általános iskolából az általános iskolai orosz tanárnőnket, mert ő is akkor került a gimnáziumba tanítani. Dr. Glovacs Antoninné volt a neve, és hát úgy lett orosz tanár, hogy ő angol-németet végzett az egyetemen, és diplomata akart lenni. Hát nem az lett belőle, hanem férjhez ment egy lengyelhez, ez a Glovacs, ez egy lengyel úr volt, így lett belőle orosz tanár. És 56-ban, amikor mi ötödikesek voltunk, akkor hirtelen kiderült, hogy ő angolt jobban tud tanítani, mint oroszt, mert az volt a szakmája. És akkor fél évig tanultuk az angolt, még az általánosban, aztán nem lehetett többé, és akkor visszaálltunk az oroszra. Most oroszul senki nem tanult meg középiskolában magyarul, kivéve a, nem tudom, a Gorkit, vagy nem tudom, milyen kiemelt helyeket, úgyhogy én sem tanultam meg. Hát leérettségiztünk persze, de... Úgyhogy nem volt nekem affinitásom se a nyelvekhez, se külön az irodalomhoz. Csak az történt, hogy beláttam, engem érdekelt a fizika, de beláttam, hogy ahhoz ki kéne menni a Szovjetunióba, hogy igazi magfizikát tanulhassak, és aztán bezárnának egy gettóba Dubnába. És akkor annyi. És ehhez nem volt kedvem. Úgyhogy előbb-utóbb nem maradt nekem más, csak az irodalom. És akkor elkezdtem írni. Jobb híján. Bada tanár úrnak beadtam a mindenfélét itt, a novellákat, verseket, minden hülyeséget itt. A drámákat nem mertem neki megmutatni, azok hosszúak után. És nem volt nagyon lelkes, meg kell mondanom. És olyanokat írta ezekre a kis írásaimra, hogy jó igyekezett, meg nem, Czali, borzasztó. Hát ebből én értettem. Nem egyik dótusz. Hát nem. És egyszer mondta is negyedikbe, hogy legyél te csak mérnök, mint az apád, mondta nekem a rajongásig szeretett irodalom tanárom. Úgyhogy, de hát én makacs voltam, és fölvételiztem az egyet. Azóta szerencsém, hogy nem vettek föl, magyar filozófiára nem vettek föl, és akkor ipari tanuló lettem, ami hát jót tett nekem. És aztán kikerültem apámmal, amikor kihelyezték Belgrádba, akkor én is kikerültem, és ott számomra váratlanul megtanultam szerb-horvátul. És aztán, amikor egyetemre kerültem orosz szakra, akkor mondták, hogy átiratkozhatom, mert van hely a filozófián, mondtam, hogy Isten őrz, addigra megjött az eszem. Úgyhogy boldogan elvégeztem az orosz szakot. Nem volt kötelező orosz szakon megtanulni oroszul. Ezt azért le kell szögeznem. Az egyik legjobb barátom, csoporttársam is volt, az az államvizsgán, tehát már két szigorlat után államvizsgán nem tudta leírni a táblára az orosz Z betűt. Átment és gimnáziumi igazgató lett belőle, nagyon jól csinálta egyébként, de nem orosz tanított, hanem magyart. Úgyhogy visszafogta magát. Tehát nem volt kötelező megtanulni oroszul, egy csomóan nem tanultak meg oroszul, de engem érdekelt is. Na most visszatérve az orosz irodalomra, azt hiszem, hogy ketten voltunk az évfolyamon, akik mindent elolvastunk, ami kötelező és ajánlott volt, Köncöl Csaba meg én. Talán van, aki még emlékszik Köncöl Csabára, ki hát elég fiatalon meghalt szegény. Nagyon tehetséges volt, és hát egy ilyen őrült orosz mániája volt neki is. És mi mindent elolvastunk, és hát miután ugye a magyar-orosz szak az nem volt egzotikus, az tömegszak volt. Hát voltunk vagy 120-an egy évfolyamon. A szerb-horvát nem gondoltam az egzotikus. A szerb-horvát az külön ügy, de a magyar-orosz, hát annál tömegebb szakot el se lehet képzelni. És hát ugye az orosz szakosok azok mind magyarul vették ki a könyvtárból ezeket az elolvasandó könyveket. Úgyhogy mi későn ébredtünk, és így aztán nem tanulták meg a Z betűt. Igen, de a Köncöl Csaba megtanult, meg én is. És hát mi oroszul olvastuk el a kötelezőt, ami nagyon jót tett a mi orosz tudásunknak is.
meg, hát akkor rájöttünk, hogy talán eredetibe kéne olvasni, és nem fordításban, mert a fordítások nem olyan nagyon jók általában. A prózafordítások se nagyon jók, és megtévesztő. Például Dosztojevszkinek a humora, elképesztő humora volt, olyan humora volt, mint Gogolnak. Csak ez látom, mindenki magyarul. Szétröhögte magát a bűn és bűnözésen. Hát én szétröhögtem magam, mert elképesztő, hogy micsoda éles mondatai vannak, de nem úgy van fordítva. És hát, szóval jobb eredetibe olvasni. Aki teheti, az tanuljon meg oroszul, és olvassa eredetiben a nagy szerzőket, mert remek. És akkor ebből az orosz lélekből ez a mostani Oroszországot, azt hogyan látod? Hát ugyanaz. Semmi változás. Hát ezek a dolgok nem szoktak változni. Ezek sok-sok-sok évszázadig fennmaradnak. Maguk az oroszok is pontosan tisztában vannak vele, hogy ők milyenek. Hát erről szól az orosz irodalom például. És erre a 19. században jöttek rá igazán. És hát Puskin erről szól, Dosztojevszki, Tolsztoj, mindenki erről szól. És hát nyomozták, hogy mitől ilyenek. És hát visszajutottak a tatárjárásig. Hát nálunk a tatárjárás, ugye egy pillanat alatt kivonultak. Tönkretették az országot, és aztán elmentek, mert ott a belső bajaik támadtak neki, szegény tatároknak. De az oroszokat, azokat hát jó sokáig nyomorították, és ott valamilyen mentalitásbeli baj is történt. Tehát az oroszok a mongol behatásra szokták fogni mindazt a rosszat, amit érzékelnek saját magukba. Na most nem mondhatom, hogy ez mind onnan jönne, de lehet benne valami. Tehát ők maguk nagyon jól látják, hát hogy ne látnák, hát zsenik vannak köztük természetesen, ekkora népből hogy ne lennének zsenik. És a 20. század eleje is erről szólt az irodalomban, hogy ez micsoda. Ami mi vagyunk, kérdezték az oroszok, ez miből jön, és mik vagyunk mi, és csodálatos műveket írtak. Nem nagyon ismerik Magyarországon. De miből támad ez valami? Szomorúságból, magányosságból, a hatalmasok magányosságából? Nem, hát van olyan, hogy mentalitás. Ugye a néplelket nem szívesen mondja az ember, mert foglalt, ugye a nácik foglalták le azt, hogy néplélek, de hát azért van, tudjuk, hogy Kelet-Európában is, hát a csehek különböznek tőlünk, a lengyelek nagyon különböznek tőlünk, a szlovákok meg a horvátok olyanok, mint mi vagyunk. Mert hát 1000 évig egy államban voltunk, hát nem csoda. És az, hogy véletlenül más nyelven beszélünk, hát ez csak a nacionalizmusnak jó, egyébként meg ugyanolyanok vagyunk. És ugyanaz a bajuk nekik is, mint nekünk szokott lenni. Úgyhogy van ilyen, és hát az oroszok azok... Hát másképp alakult ott, keletiesebb az a feudalizmus, ami ott volt, és mondjuk az, hogy ott valósult meg először ez a nem tudom micsoda, ez a szocializmusnak nevezett dolog, ez nagyon könnyen ráépült az ő falu közösségi feudális tudatukra. Ezt nálunk nem szokták tudni, hogy a történetben két ilyen húzamosan létező falu közösségi gondolkodás létezett. Az egyik ez az orosz, az obszina, aki tud oroszul, az már hallotta. A másik pedig a zsidó kahal. Biztos ezt is van, aki hallotta. Ez a kettő majdnem azonos. Ez nagyon érdekes. És ez azt jelenti, hogy a falu közössége az kitaszít mindent, amit elítélendőnek tart, és akiket kiátkoznak, nem feltétlenül vallásosan, hanem a közösség kiátkozza, az meghal. És a primitív népeknél is ez van, hogy a nagyon okosokat és a nagyon hülyéket meg szokták ölni. Mert a közösség tovább éléséhez se a túl okosak nem jók, se a túl hülyék nem jók, azokat el kell tartani. Túl okosok meg bajt csinálnak, ugye? És akkor leszámolnak velük. De most ez a feudális falu közösség, ami az oroszoknál nagyon sokáig volt, hát a cári időkben végig volt, néha megpróbálták
javítani, meg sok mindent megpróbáltak azért a reformcárok a 19. században. De alapvetően erre a tudatra, erre a furcsa közösségi tudatra épült rá a kommunista ideológia. Tehát egy feudális tudat találkozott valami neofeudálissal, vagy én nem tudom, hogy mondjam. És ezért lehetett olyan nagyon-nagyon hatékony és olyan huzamosan létező. Ez Magyarországon nem egészen így volt, mert azért mégiscsak a jobbágy felszabadítással Magyarországon, hát 49, főleg a Bach korszaktól kezdve, amikor tényleg bevezették, attól kezdve megváltozott. Noha nagyon nyomorultak maradtak a parasztok, meg a szegény parasztok, de egy rétegzett valami volt, és az inkább kedvezett az individuális tudat kialakulásának. Tehát ebből a szempontból egy picit nyugatabbra vagyunk. Na most ez Oroszországban pillanatok alatt helyt adott az úgynevezett szabadelvű demokrácia, ugye a februári forradalom után, a Kerenszky-féle ideiglenes kormány után, tartott az fél évig, és utána rögtön ráépült a diktatúra kész, és akkor ez így maradt a tudat. És aki meg nem, az polgárháborúzott, és akkor kinyírták. Úgyhogy az egy nagyon kemény hely volt a Szovjetunió mindig. Ez nem Sztálin alatt kezdett kemény lenni, hanem végig az volt, és hát ami a rendszerváltás után, meg a Szovjetunió szétesése után történt, hát néhány város az ilyen nyugatias külsőt öltött. Moszkva, meg Kijev, meg Pétervár. Na de hát a vidéken az minden átment a maffia kezébe, és kész, és az ugyanaz maradt. Ott nincs mese. Ott nincs mese, ott nem lehet visszapofázni. És hát ugye a maffia az ilyen helyeken az annyiban áldásos, hogyha a maffiák egymással számolnak le, és nem tud egy bizonyos maffia túlerőre vergődni. Addig káosz van, meg addig gyilkolásszák egymást, és ezt hívják demokráciának az ilyen helyeken. De amikor a káosz megszűnik, és rend lesz, hát akkor az a sztalinizmus. És nem lehet azt mondani, hogy ezt a nép a lelke mélyén ne támogatná. Nem azt támogatják, hogy öldösik őket is, meg elviszik őket katonának. Hát ez a cári időkben is így volt. 50 évre vitték el őket, meg ott nem volt mese, hát kész. Akit elvittek, azt elvittek. Hogy 25 évre, mindegy, de hát azzal befejeződött az élete. És a falu közösség jelölte ki, hogy kit visznek el? Bocsánat. Hát most is, ki jelöli ki, hogy kit visznek el katonának? Hát a sztárosta, akit most nem úgy hívnak. Hát nem tudom, minek hívják. Elnöknek, vagy teljesen mindegy, minek hívják. Ki jelöli, kész, elvitték. Úgyhogy nincs mese. Tehát tulajdonképpen békés nép lenne az orosz, meg rettentően barátságos, meg vendégszerető. Ilyen jókat a balkániakról is el lehet mondani. Hát, amikor gyilkolni kell, akkor gyilkolnak. Hát, jó, hát a nyugati hadseregek is azért gyilkolni szoktak, amikor az a feladat. Visszatérve az irodalmi részére a történetnek, már az elején is, ahogy az említetted, nagyon sokféle műfajban próbáltad ki magad, versben, szatirikus művekben, aztán később esszében, drámában. Miért dőlt az el, hogy te mégse költő leszel? Hiszen akinek mondjuk a Vas István azt mondja, hogy te költő vagy, az akár mondhatta volna azt is düledező, vagy kidüllesztett mellel, hogy akkor én mostantól költő vagyok. Miért nem ez lettél végül is? Miért fordultál el tőle, ha van ilyen, hogy elfordulás? Nem fordultam el, hanem én nem költőnek indultam. Hanem én drámákat akartam írni, ez egy kicsit rendhagyó.
És a többi műfajt azért csináltam, hogy megtanuljak írni. Mert hát a drámai íráshoz kell tudni mindenféle formákba írni, és akkor az tulajdonképpen minden új gyakorlat volt. Ahogy tulajdonképpen a Bada tanár úr nem látta rosszul, hogy ezek a rövidebb írásaim, azok tényleg új gyakorlatok voltak. De mondom, az őrült, abszurd drámáimat azokkal nem mertem terhelni. És még sokáig nem mertem embereket terhelni vele. Úgyhogy nekem a drámaírás volt az elsődleges, és a legkevésbé regényt akartam írni. Azt egyáltalán nem akartam írni. Hát aztán kiderült, hogy igazi tehetségem csak ahhoz van. A többit meg tudom tanulni, meg egész jó drámákat is tudok írni, hogy nagyon megszorongatnak, de ahhoz nincs olyan tehetségem, mint az epikához. Hát pech, mert ahhoz sokat kell írni. Ott kell ülni, és az ember 5-10-szer átírja azt a szöveget, amíg valamilyen lesz. Tehát a sok munka, amit az elején kérdeztél, én képes voltam ilyen 5-10 oldalakat megírni egy nap, de nem volt a termelékenységem jobb, mint a Kertész Imréjé, aki 10 sort vagy 11 sort írt egy nap. Mert én átírtam 5-6-10, az egészet, persze. És hát az sok év, amíg az ember újra meg újra megírja. Pláne amíg nem volt komputer, addig egy hiba miatt az egész oldalt újra kellett gépelni, és ha már az egy hiba miatt újra gépelem, akkor már a jót is kijavítom még jobbra. És akkor ez 5-6-szor, hát az rettenetesen sok ezer oldal. Iszonyúan fárasztó. Jó a költőknek, mert azok fejbe ottan fogalmaznak valamit, és akkor leírják és kész. A Kosztolányi gyors írással írta a verseit. Némelyik olyan is, mindegy, de hát azért nagyon... Én is megpróbáltam megtudni gyors írni, de aztán feladtam. Lehetett ingyen beiratkozni az egyetemre. De regényt nem mertél gyors írással írni? Nem, de a regényt gépbe írtam, tehát a prózát mindig gépbe írtam. A drámát írtam kézzel. Elég jól tettem, tulajdonképpen a Csirkefő volt az első, amit gépbe írtam, mert már nem tudtam elolvasni a saját írásomat. De azért jobb kézzel írni drámát, ezt a jövendő drámaíróknak mondom, biztos vannak itt olyan, mert nagyon más minden szónak a súlya, ha kimondják, mintha elolvassák. És az ember gyorsabban géppel, mint ahogy kézzel ír, és akkor jobban megtudtam, lassabban írtam le, amit mondanak a szereplők, és tulajdonképpen ennek volt is értelme. De hát aztán föladtam, és akkor elkezdtem gépbe írni a darabokat is. Lehet, hogy meg is látszik rajtuk.